A kutatásban az élelmiszerek kapcsán a válaszadók mintegy 70%-a tartotta fontosnak, hogy magyar terméket válasszon. Többek között a húsárukat, azok sokkal jobbak, mint a külföldi ízre. Aztán a pékáru például azért ide szeretek jönni ebbe a boltba, mert itt sütik. Meg lehet nézni, amint készítik a pékárut. Ételek vásárlásakor a hazai termékek preferenciája összefügghet a frissesség, a minőség, valamint a helyi gazdaság támogatásának ösztönzésével. Nekem a magyar termék kell, a kicsit drágább is. Igaz, hogy én nem főzök minden nap, mert a nyugdíjasoktól hozom az ebédet, ezért 10 forint, nagyon meg vagyok elégedve, vele az ötös iskolába főzik, és nem sok mindent vásárolok. A gyerekeim azok többet, de azok se a külföldi áruk. És a magyar termék is jó. Többek számára azonban nem a származási hely számít elsődlegesen. Így nem szoktam különbséget tenni, azt veszem meg, amire szükségem van. És a magyar, akkor magyar, a külföldi, külföldi. A ruházati termékeket vásárolók közül, akik számára nem fontos, hogy magyar cikket vásároljanak, 26% egyáltalán nem nézi a származási országot. Ők elsősorban az olcsóbb árat és a jobb minőséget tartják lényegesnek. A tetszés szerint, ami megtetszik arra. Rábökök, ez, kész. A kutatásból az is kiderült, hogy egy adott készítmény származásával, alapanyagával szemben csak minden tizedik fogyasztónak fontos, hogy az árucikk márkája vagy a kereskedő is hazai legyen.